Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, én Sárosi Péter vagyok, a TASZ Társai drogpolitikai programvezetője, illetve a Ártam Egyesületének a titkára. És ez a mai rendezvényt azt a kábítószerügyi civil koordinációs testület keretében szerveztük meg, a Fővárosi Drogpolitika címmel, ugyanis úgy éreztük, hogy nagyon nagy szükség lenne jobb koordinációra a főváros rokpolitikai válaszai tekintetében. Először ugye az én előadásommal kezdeném, ami a, a egy kicsit kitekintést ad arra, hogy nemzetközi szinten milyen gyakorlatok, jó gyakorlatok vannak vagy nagyvárosi politikákra, drogpolitikákra. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a az Európai drogmonitorozintézet Intézet, az IMCDD kiadott egy jelentést idén a városi drogpolitikákról, Drogpolitika és Város Európában címmel. Ez egy előre jól még csak angolul ö, van meg. Fókuszpont majd lehet, hogy lefordítja nekünk magyarra, ahogy szokta. És, ö, és hát ez egy elég jó összefoglalást ad az európai ö, városi politikákról, főleg a fővárosokra fókuszálva. A ö, beszámol a nyílt drogszénákról, Rekreációs drogszcénákról, városi drogpolitikákról, drogstratégiákról, és arról, hogy az egyes városokban milyen drogkoordinációs mechanizmusok vannak, illetve milyen költségvetést szánnak az egyes városok a drogkérdésre. A nagyvárosi drogpolitikákban jelenleg az egyik alapvetés az az, hogy megpróbálják úgy, legalábbis a korszerű nagyvárosi politikákban megpróbálják a, a, a kockázati környezetekre helyezni a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy, hogy elsősorban az egyéni felelősség hangsúlyozása felől egyre inkább a közösségi felelősségre és a környezeti kockázatokra kerül a hangsúly. Tim Rhodes vezette be a kockázati környezet fogalmát. Az egyénnek a kockázatvállaló magatartását ugyanis nagyban meghatározza az a környezet, amiben ő él. Ennek a, a, a Gyakorlatilag ennek az korszerű megközelítésnek volt az egyik megnyilvánulása az ott tavalyi egészségügyi karta is, amely öt alapelvet fogalmazott meg az egészségfejlesztéssel kapcsolatban, illetve 2010-ben a WHO, az Egészségügyi Világszervezet kiadott öt cselekvési javaslatot a biztonságos és egészséges városok érdekében. Ez az, öt, közül az öt, ez az öt javaslat, az első az egészséges viselkedés és a biztonság promóciója a város tervezés útján, a második a városi életfeltételek javítása, a harmadik a részvételi kormányzás elősegítése a városban. Tehát, hogy nyilvánosság bevonásával, a civilek, a szakértők bevonásával szülessenek döntések, tudományos bizonyítékok megfogadásával, aztán a befogadóvárosok kialakítása, tehát hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára hozzáférhető közszolgáltatásokat kell kialakítani egy városnak, olyan speciális szolgáltatásokat kell kialakítani, ami a hátrányos helyzetű csoportokat, vagy akár mondjuk bizonyos korcsoportokat, bizonyos nemek, illetve szexuális orientációkat, szerint csoportokat megközelíthet, meg, meg, megközelítsen. És, és, hát az ötödik az az, hogy városok, városokat ellenállóvá kell tenni, vészhelyzetek, katasztrófák esetére. Itt nem csak mondjuk egy földrengésre kell gondolni, hanem például a hepatitis hívjárványra járványra is. Tehát, hogy például a epidemiológiai járványügyi adatokat folyamatosan monitoroznia kell egy városnak, és nagyon gyorsan reagálnia is tudnia kell egy városnak arra, hogyha például a járványügyi helyzet romlik. Hát ezek, ezek alapelv szinten, legmagasabb szinten a WHO-ban meglettek fogalmazva. Ugye beszéltem erről a Tim Rhodes féle kockázati modell elméletéről, ezt most nem akarom nagyon részletesen bemutatni, de minden esetre van, van neki négy különböző szintje, a fizikai, a szociális, a gazdasági, jogi, politikai, és van makro és mikro szintje is a kockázati környezeteknek. Például mikrokörnyezetre, például a drogfogyasztási helyszínek jellemzőek, tehát hogy például mondjuk egy shooting gallery, egy elhagyatott épületnek a illegális belövő szobája, az egy mikrokörnyezet, ami bizony nagyon erősen befolyásolja azt, hogy milyen, 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 módon fogják a drogfogyasztók használni azt az adott szert, hogyha mondjuk egy ellenőrzött belövő van, akkor az teljesen más mikrokörnyezetet teremt. A Európában a nagyvárosi drogpolitikák gyakorlatilag az 1980-as évek végétől kezdtek igazán kiforrani, ekkor ugyanis olyan új kihívások jelentkeztek a nagyvárosok terén, amelyek korábban tömegesen nem jelentkeztek. Ilyen volt a HIV, -a hepatitis C járványoknak a megjelenése, túladagolásos halálesetek növekedése, illetve hát a drogszemét, amivel egyre inkább szembesülniük kellett a nagyvárosi sok lakóinak. És hát ezek a problémák vezettek oda, hogy a nagyvárosok egyre inkább stratégiai módon kezdtek gondolkodni a drogpolitikáról, ekkor kezdtek el születni az első nagyvárosi drogstratégiák. Ezek kezdetben három pilléren alapultak: megelőzés, kezelés és kínálatcsökkentés az vagy rendészet pilléreken. Majd aztán, amikor a, a hívés hepatitis járvány egyre inkább előre tört, akkor ezeket a három pillért kielégítette kielégészítette egy negyedik pillér is az ártalomcsökkentés pillére, ami gyakorlatilag minden olyan beavatkozást magába foglal, amely a... a droghasználatnak az ártalmait csökkent, akár túladagolásokról, akár fertőzésekről van szó. Az egyik legismertebb példa a 90-es évek elején az Svájcban, Zürichnek a, a, példája volt, ahol ugye több ezer intrainás szerhasználó nyíltan utcai szinten fogyasztotta a, a heroint. És hát 92-ben Zürichben egy érdekes kísérletet hajtottak végre, az intravénás használók számára létrehoztak egy zónát, egy tűparkot úgymond, ahol az intravénás használók a rendőrség zaklatása, mentesen fogyaszthatták a szert. Ez a kísérlet katasztrófába torkolott, ugyanis hát nem volt semmiféle igazi egészségügyi, szociális ellátás ezeknek a szerhasználóknak. Gyakorlatilag a maffia rátette a kezét erre a tűparkra, és egészen magasra nőtt a tulajdonulásos halálesetek és fertőzések száma, ezért a tűparkot bezárták, és aztán ezután Jöttek rá arra a város vezetője, hogy hiába ö, ö, oszlatják ugyanakkor fel ezeket a nyílt drogfogyasztói színákat, ahelyett, hogy ezeket megszüntetnék, ezek folyamatosan csak áthelyeződnek a városnak egy másik részére, és ahelyett, hogy ö, hogy áthelyeződnének ezek a ezek, ö, ezeknek, ezeket meg kell állítani és hát ezért szükség lett egy városi szintű drogstratégiának a kialakítására, ami négy pilléren alapult, és Zürichben ekkor kezdték bevezetni a tűcsereprogramokat is, és az ellenőrzött fogyasztói szobákat. Ennek a kísérletnek viszont már nagyon pozitív eredményei lettek. Svájcban sikerült visszaszorítani a heroinfogyasztásnak az ártalmait, illetve most már gyakorlatilag a heroinfogyasztás is elég erősen visszaszorult Svájcban. egy másik ismert első példa volt Frankfurt, ahol a Café Fix 1988 az első, egyik első tűcsere volt, ami megnyílt Európában. És hát Európán kívül is vannak példák erre a négy pilléres drogstratégia bevezetésére, mint például Vancouver, ahol, eh, ahol szintén a, 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 igen nagy problémát okoz a nyílt drogfogyasztói céna kialakulása. Vancouverben 2000-es évek elején a világon a leggyorsabban növekedő hívjárvány volt, és a legtöbb túladagolásos haláleset itt volt a világon. Ezt ezzel a négypilléres négy drogstratégiával sikerült megállítani, és ma már sikerült visszafordítani a járványt, megállítani. A, az az EMCDD-nek a jelentése foglalkozik azzal, hogy mit nevezünk nyílt drogszcénának egy városban. A, a definíció az az, hogy minden olyan szituáció vagy helyzet, amelyben a polgárok nyilvánosan szembesülnek a drogfogyasztással és a drogterjesztésével, Gyakorlatilag ahol utcai drogfogyasztási jelenetekbe botlanak a polgárok, vagy ahol dílerekkel találkozhatnak az utcán, az már nyílt drogfogyasztói szcénának minősül. A, 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 a drogfogyasztói, szcén, nyílt drogfogyasztói szcénának van több formája, ugye, vagy fajtája. Van a szort és a koncentrált. A szort az az, amikor több kisebb helyszínen van a városban a drogfogyasztói széna, míg a koncentrált az, amikor egy által egy területen koncentrálódnak az intravénás használók, És hát, ahogy az előbb említettem, hogy a, 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 nyílt drogfogyasztói színek nagyon gyakran áthelyeződnek, ez is jellemző, tehát, hogy, hogy ezek többnyire nem különösebben stabil helyszínek, hanem különféle okoknál fogva rendőrségi beavatkozások, stb. ezek gyakran áthelyeződnek a város különféle részeire. Ezt szokták nevezni léggömbefektusnak, tehát, hogy olyan, mint egy léggömb, az ember az egyik oldalát benyomja, akkor a másik oldal ki fog türemkedni, tehát hogy alapvetően, e, e, alapvetően itt át, legtöbbször áthelyezésről van szó, és nem pedig megszűnésről. A, hát a térkép nem túlságosan jól látszik, minden esetre az IMCDD az... 8 városból jelentett nyílt drogszénát, és hát az ő jelentésük szerint Budapest az nem, tartozik ezek közé, a városok közé. Én mondjuk azt gondolom, hogy lehet, hogy ez még egy korábbi adatokat használt az IMCDD, -e, ugyanis én azt gondolom, hogy ami a Magdolna negyed környékén van, az, az, nyílt drogfogyasztói szcénának minősül. A, a városi drogstratégiák azok sokfélék lehetnek Európában. Például az szerint is, hogy mi a fókuszuk, tehát hogy például csak az illegális szereket foglalják -e magukba, vagy alkohol dohányzást is. Például a svéd, svéd Stockholm városnak a drogstratégiája az alkohol dohányzás és kábítószerekkel foglalkozik. Ezzel szemben vannak olyan városok, ahol kizárólag az illegális szerekkel, vagy olyan is van, ahol csak drog és alkohollal foglalkoznak ezek a drogstratégiák. Aztán ugye vannak különféle pillérek szerint épülnek fel. A legtöbb európai drogstratégia az négy pilléres, tehát az ártalmcsökkentés is, is beletartozik. Vannak olyan városok is, ahol, ahol egy ilyen nagyobb, általánosabb egészségfejlesztő stratégia részeként szerepel csak a drogfogyasztás, vagy a drogjelenség. Vagy éppen mondjuk egy bűnmegelőzési stratégia részeként szerepel csak, tehát nincsen speciális drogstratégiája a városnak. Illetve vannak olyan városok, ahol, ahol többféle drogstratégia is van, tehát például Amsterdamban, vagy Brüsszelben speciális stratégiát fogadtak el a nyílt, egyes nyílt fogyasztói szcénáknak a felszámolására, vagy menedzselésére. A, a, az IMCD szerint a, ezeknek a drogstratégiáknak a közös jellemzője az, hogy multidisciplináris megközelítést alkalmaznak, tehát többféle ö, szakmai, ö, szakmai iránynak a szereplőit bevonásával ö, készülnek ezek a stratégiák, és ez az egyik alapelemük, ugyanis ez az egyik lényege a drog, városi drogstratégiáknak, hogy, hogy közös cselekvésre késztesse a különféle szereplőket ö, koordinált módon. Azt is megjegyzi ugyanakkor ez az MCD jelentés, hogy az evaluáció, a monitorozás az kevésbé jellemző a városokra, mint ami egyébként az országos szintre. Most már az országos szinten talán jobban kell terjedni az evaluációnak a kultúrája a városok szintjén, ez még kevésbé, tehát ott inkább ilyen deklaratívabb stratégiai dokumentumok vannak, amiknek a gyakorlatban való evaluációjával elég ritkán találkozunk. A... Aztán ugye itt van egy olyan, szintén nem túl jól látszik, legalábbis innen az én nézőpontomból, hogy, hogy az egyes városokban milyen drogstratégiák vannak. Ugye erről beszéltem, itt azt lehet látni, hogy azért majdnem minden városban van valamiféle városi szintű stratégiai dokumentum, ami, a drog probléma kezelése a része. Például kevés olyan város van, ahol nincsen ilyen városi, fővárosi szintű stratégia, az egyik az Pozsony és Budapest és Ankara, tehát mi azok közé a kevés városok közé tartozunk, ahol, ahol semmilyen városi szintű stratégiai dokumentum nem foglalkozik a e, drogkérdéssel. A, <tosz> aztán, hogy abban is különbözőek az európai városok, hogy milyen típusú drogkoordinációs mechanizmusok, intézmények, felelősök vannak. A, <tosz> itt ugye többféle módon osztályozta a városokat az emcdd -t. -e, tehát van olyan, ahol, vannak olyan városok, ahol csak az országos drogkoordinációnak van valamiféle városi tevékenysége, van olyan, ahol van elkülönített városi drogkoordinátor, aki összefogja ezeket a feladatokat az egész város szintjén. Aztán van, vannak olyan városok, ahol van valamiféle speciális drogkoordinációs testület, illetve van olyan város, ahol egy, egy kimalottan egy intézményt hoztak arra létre, hogy a drog problémákat kezelje. Itt azért persze ezt hozzá kell tenni, hogy a maguk a fővárosok is eléggé eltérőek, abból a szempontból, hogy milyen demográfiai jellemzőkkel rendelkeznek, vagy éppen drogfogyasztással kapcsolatosan rendelkeznek. Hát mondjuk London, amelynek a lakossága az körülbelül akkor mint egész Magyarország, vagy Párizs ilyen igazi nagyvárosok, tehát ott mondjuk azért jóval nagyobb hangsúlyt kap a, a, a drogprobléma kezelése, mint mondjuk egy kisebb a, a fővárosban. A, még a, itt, itt ugye például, a, a, ami hozzánk közelebbi példa, a, az Prága. Prága az egy azt gondolom, elég jó példa, aminek eléggé mintaszerű a városi drogkoordinációja, és rendelkezik drogstratégiával, rendelkezik még cselekvési tervel is városi szinten, ami kijelöli felelősöket, kijelöl költségvetési forrásokat is, illetve Prágában van, a, van egy drogkoordinációs testület is, ami, ami hát közvetlenül a képviselőtestületnek a részeként működik. Aztán ugye itt a költségvetéseknél is lehet azt látni, hogy nagyon sok nagyváros nagyon komolyan veszi a drogproblémáknak a kezelését. Itt ugye abból a szempontból is van különbség, hogy nagyon sok ország van, ahol a főváros az az, az oroszlán részt vállal a drogproblémáknak a finanszíro, kezelésében, finanszírozásában is. Tehát van drogstratégia, és ahhoz bizony egy komoly költségvetést is hozzátesznek, amik, amiket aztán nagy nagyrészt pályázatok formájában szolgáltatók számára elérhetővé tesznek. Tehát számunkra egészen elképesztő összegeket tudnak költeni nagyvárosok drogproblémákra. Uh, amiatt át, ami át akár Madrid esetében, ahol a drogstratégia végrehajtására egy majdnem 30 millió eurós keretet uh, uh, alakítottak ki, uh, attól mondjuk... Mi régiónkban, azért ugye szegényesebb városokban is, mondjuk Vilniusban láthatjuk, hogy azért ott is egy komoly 187 ezer eurós keret van drogproblémák kezelésére. Budapesten jelenleg fővárosi szinten semmilyen forrás nem elérhető, kerületi szinten vannak ugyan források, ezek többnyire nem túl nagyok, de hát ezekhez képest azok is azt gondolom elenyészőek. És hát fővárosi szinten pedig ugye nálunk már évek óta nem volt kiírva semmilyen pályázat erre a területre nálunk csak központi költségvetésből. A fontos szerepe van ugye a büntető igazságszolgáltatással való együttműködésnek is, városi drogpolitikákban. A Ezekben a, 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 Azokban a városokban, ahol ugye stratégiai együttműködés van, ott a, a, a jogalkalmazók is elismerik azt, hogy, ö, hogy nekik is az az érdekük, hogy, ö, hogy a, a drogfüggőséggel összefüggő beszerzési bűnözést úgy szorítsák vissza, hogy minél több függőt az ellátórendszerbe tudjanak becsatornázni. Erre vannak nagyon jó gyakorlatok is Nyugat-Európában, ilyen az arrest referral, a, Elkövetőnek az ellátásba utalása, ami például Angliában vagy Írországban működik elég sikeresen. Vannak olyan programok, ami már a büntetőeljárásnak egy későbbi szakaszában, a bírói szakaszban lehetővé teszi azt, hogy a bíró kötelezzen valakit kezelésre. Ezek, ezeknek a programoknak elég pozitívak az eredményei. Angliában például azok az elkövetők, akik drogfüggők voltak, és akiket kezelésbe utaltak, azok körében jóval kevesebb volt a visszaesésnek az aránya, mint azok körében, akik nem vettek részt ilyen programban. És hát ami szintén nagyon fontos, az a, a büntetés végrehajtásnak a bevonása, tehát a, a, különösen a marginalizált, különösen hátrányos helyzetű drogfogyasztók esetében nagyon fontos, hogy biztosítva legyen az ellátás folyamatossága a börtönbe való bekerülés után, illetve kikerülés után is. Ez csak egy példa arra, hogy, hogy Svájcban, Bern városában a rendőrfőkapitány például olyan jónak minősítette a ártalmcsökkentő szerzetekkel való együttműködést, hogy hogy azt mondta, hogy a, a drogfogyasztói szobák azok a legjobb eszközök a kezében a közbiztonság biztosítására. Tehát a rendőrség felismerte azt, hogy jóval nagyobb érdeke fűződik ahhoz, hogy hogy ilyen alacsony küszöbű programokba utalja a drogfogyasztót, ahelyett, hogy mondjuk előállítaná és büntetőeljárást indítaná vele szemben. A, a, a másik fontos dolog az, hogy hogyan kezelik a városok a drogszemétnek a kérdését. Ez ugye Budapesten is újra és újra előkerül ez a kérdés. Van olyan ország, ahol vannak olyan városok, ahol külön stratégia foglalkozik a drogszemét begyűjtésével. Angliában országos stratégia is van a drogszemét begyűjtésére. Ebben a egyébként igen hosszú és részletes stratégiai dokumentumban leírják, hogy kinek mi a feladata, kinek hol, mit kell begyűjtenie. A, a, a szintén ami fontos megközelítés az az, hogy, hogy, hogy nem a steril fecskendőkhoz való hozzáférés csökkentésén keresztül próbálják elérni azt, hogy kevesebb legyen a drogszemét az utcán, hanem ezt a két funkciót ezt külön választják. Tehát azt mondják, hogy biztosítani kell a steril fecskendőkhoz való hozzáférést, a drogszemét bejütés az egy másik feladat, azt, azt pedig a hatóságok közötti hatékony együttműködéssel kell biztosítani és ilyen módszerek például mondjuk a világról vannak, amikor például műanyag konténereket helyeznek ki a város különféle részeire, és ezekkel a módszerekkel eléggé radikálisan, drasztikusan sikerül csökkenteni az utcai drogszemétnek a mennyiségét. Ami szintén nagyon fontos az, hogy legyen jó monitorozás, ez például Bristol városában folyamatosan monitorozzák azt, hogy hol van a legtöbb drogszemét, ilyen térképeknek a felállítása az nagyon fontos lenne, ugye Budapest szinten is, hogy, hogy, lássuk azt egyáltalán, hogy hol, vannak, igaz, hol van igazi probléma, hol gyűjtik be az utcára a legtöbb drogszemetet, hova kell összpontosítani az erőforrásokat, hova kell összpontosítani a beavatkozásokat. A felügyelő drogfogyasztói szobákról beszéltem, most már ez Európában ugye több mint száz ilyen intézmény létezik, a legtöbb az Hollandiában, Németországban, Svájcban, Spanyolországban van, de egyébként nem sokára fog nyílni Portugáliában, Görögországban, Párizsban és valószínűleg Írországban is. A Kopenhága városának például a drogszemét kapcsán igen jó tapasztalata volt a felügyelet drogfogyasztói szobák kapcsán. Egyrészt ugye túladagolásos halálesetek megelőzése kapcsán is, másrészt pedig, másrészt pedig, a, rendőrségnek az adatai szerint a 2012-es drogfogyasztói szöveg 2012-es bevezetése óta 78 kal csökkent az utcán begyűjtött fecskendőknek a száma. A Városi koordináció intézményi háttere, különböző, erről már beszéltem egy kicsit, Prágában például egy drogbizottság van, egy kávítószerügyi bizottság, ami a fővárosi képviselőtestületnek az egyik albizottságaként működik. Tehát politikusok vannak, de szakemberek bevonásával működik ez a testület. Vannak olyan városok, ahol igen nagy addiktológiai intézményeket állítottak fel, a fővárosi drogstratégiák végrehajtására, ilyen például Madrid, ahol a külön addiktológiai intézet létezik erre a célra, illetve hát egy másik nagyon jó példa az Bécs, ahol, ahol egy igen jó forrásokkal rendelkező szakmai intézmény, vagy háttérintézmény, az Addikciós és Drogkoordinációs Intézet az, ami a drogstratégia végrehajtásáért felel, illetve összehangolja az ellátórendszert városi szinten. Stockholmban a Szociális Ügyek Hivatala a városi szinten az, ami felelős a ö, ö, drogpolitika koordinációjáért. Párizsban is van egy külön intézmény, ö, ezt úgy hívják, egy fővárosi misszió a kockázatos viselkedés megelőzésére. Itt ugye hív megelőzés is az ő feladatai közé tartozik, nem csak a kizárólag a drog ö, kérdés. Aztán például a Brüsszelben is van egy elég jó kialakított drogkoordináció, ahol a, főváros, a főpolgármesteri hivatal irányítása alatt van két szervezet. Az egyik az, az, a különféle szereplőknek a, egy ilyen koordinációs testülete, a másik az pedig kimondottan az ellátó ellátórendszert irányítja városi szinten. London, ami ugye szintén egy óriási nagy város, itt ugye Angliából ered gyakorlatilag a KEF rendszer mintája, ez a datok, ezek a hogy van, ez drug action tímek, amik, amik gyakorlatilag a kefeknek a mintáit szolgáltatták annak idején. 33 ilyen van Londonban. Ezeknek a munkáját pedig a Londoni Drog és Alkohol Politikai Fórum az, ami összehangolja ami szintén nagyon fontos, hogy, ezekben a nagyvárosokban nagyon, integráltak a, nagyon integrált az ellátórendszer is. Tehát, tehát gyakorlatilag valóban van esetmenedzselés, és végig navigálják a drogfogyasztót az ellátórendszernek a különféle szolgáltatásaink keresztül, és ezt, erre is nagyon jó, hogy, van fővárosi drogpolitika, hogy, gyakorlatilag soha, soha nincs elengedve úgymond a kliensnek a keze, hanem, hanem végig navigálják azon, hogy éppen hogy neki mire van szüksége. Végül még szeretnék beszélni a prágai deklarációról, ami, ami 2010-ben egy konferencián Prágában fogadták el, különféle városok, nagyvárosok képviselői. Ez egy olyan dokumentum, ami alapelveket határoz meg a, abban az kérdésben, hogy milyen legyen a jó városi drogpolitika. És Prágának a volt polgármestere és Berlinnek a, Berlin a drogkoordinátora, és aláírta ezt a deklarációt. Azóta több város csatlakozott ehhez a deklarációhoz. Hét alapelvet határoztak meg. Az egyik az az, hogy nem megy minden egy kapta fára, ezt így fordítottam: no size fits all, tehát hogy nem lehet gyakorlatilag. Ez egyrészt arra vonatkozik, hogy helyi szinten nagyon eltérőek lehetnek az igények, nagyon eltérő lehet az, hogy milyen típusú beavatkozásokra van szükség. Tehát nem lehet uniformizálni azt, hogy, hogy, hogy milyen szolgáltatásokra van szükség, de azt is jelenti, hogy egyéni szinten nem mindenkinek ugyanarra van szüksége, nem mindenkinél ugyanaz az eredményes. Tehát a legszélesebb spektrumát kell biztosítani az ellátási formáknak ahhoz, hogy jól működjön az ellátórendszer. Nem szabad, nem szabad az, hogy mondjuk kizárunk valamilyen szolgáltatástípust az ellátórendszerbe, gondolok itt például a tücsérére. A másik, második alapelv az a realizmus, a kulcs, ami ami arra vonatkozik, hogy nem szabad irreális, utópikus célkitűzéseket magáévá tenni egyetlen fővárosi stratégiának sem. Például azt nem lehet cél, célul kitűzni, hogy drogmentessé tegyük a fővárost, ennek ugyanis nincsen realitása. Azt lehet kitűzni, hogy csökkentsük mondjuk a drogfogyasztók számát, vagy azt, hogy késleltessük a drogfogyasztás kialakulását négy gyereknél, vagy azt, hogy a problémás drogfogyasztást visszaszorítjuk, de az, hogy drogmentesítjük, ez nem reális célkitűzés. Aztán az emberek mindenkire érvényesek, itt, és itt a mindenkit tényleg úgy kell érteni, hogy mindenkire, tehát nem kizárólag a drogfogyasztókra, hanem mondjuk a körülöttük élőkre, őnekik az emberi jogai is fontosak ugyanannyira. Tehát, hogy, 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 közösségekben kell gondolkodni, lakóközösségekben, és amikor drogpolitikákat alakítunk ki, akkor mindenkinek a, a jogainak az érvényesülését figyelembe kell venni, azért, mert mondjuk hátrányos helyzetű csoportról van szó, nem szabad ö, semmibe venni az ő ö, jogaikat. A, negyedik alapelv az az, hogy nem szabad a közbiztonsági, közegészségügyi elveket egymással szembeállítani, ugyanis hát, mint korábban is utaltam rá, gyakorlatilag a a rendészeti érdekek, meg a közegészségügyi érdekek, azok nagyon gyakran egyeznek. Mind a közbiztonság szempontjából is az a legjobb, hogyha minél több drogfüggő ellátásba jut. A másik, az ötödik alapelv bizonyíték alapú döntéshozás, tehát az, hogy ne, tehát hogy a döntéseket mindig szakmai szakemberekkel egyeztetve, illetve tudományos kutatások adataira kell alapozni. És hát ne, ne forduljon olyan elő például, hogy, hogy, hogy politikai szinten semmibe veszik mondjuk valamilyen adatgyűjtő intézetnek az adatait. Aztán szintén fontos, és ebben sokat kell még fejlődnie, hogy a városoknak evaluáció, monitorozás, ez egy ilyen örök mantra szokott lenni, amit itt sokan nem is vesznek annyira komolyan, de, de alapvetően nagyon fontos az, hogy, ha hogy, hogyha van már egy, csináltunk egy fővárosi drogstratégiát, akkor annak már a kialakításkor határozzuk meg, hogy miért mi lesznek az eredményességnek a kritériumai, ezeket hogyan tudjuk mérni, mert enélkül nem lehet sikeres fővárosi drogpolitikáról beszélni, és végül pedig az állandó információcsere, Tehát, hogy a különféle szereplők között mindig legyen információcsere. Tudja azt a rendőrség, hogy éppen mivel foglalkoznak a tücserék, vagy éppen a terápiás intézmények vagy a rehabilitációs otthonok tudják azt, hogy éppen milyen trendek vannak az utcai megkereső munkásokban. Tehát, hogy legyen egy ilyen folyamatos információcsere, ami gondoskodik arról, hogy ez egy valódi együttműködés lehessen. És köszönöm szépen a figyelmet.